Diákokkal teltek meg a Zrínyi Ilona gimnázium osztálytermei. Ez önmagában nem meglepő, viszont az órákat most nem a megszokott pedagógusok tartották, hanem hazai és külhoni nagyvállalatok képviselői, akik bevezették a fiatalokat tevékenységük szervezeti felépítésébe, az általuk kínált lehetőségek tárházába, a munkaerőpiacon. Iskola szinten ezt úgy kell elképzelni, hogy a már meglévő struktúránkra építve még 7 másik iskolával tartottuk a kapcsolatot, és hívtuk meg őket ide Nyíregyházára. Magát a szervezést azt a Külgazdasági és Külügyminisztérium háttérszervezete, a Magyar Diplomáciai Akadémia szervezte, azzal a célra, hogy megszólítsa azokat a diákokat, akik a régióban, Szabolcs-Szatmár-Berekben, Borsodban vagy Hajdú-Biharban az úgynevezett top 100-as gimnáziumokba járnak, és számukra már most olyan lehetőségeket kínálni az országos és régiós cégek megismerésével, ami alapvetően a továbbtanulásukat befolyásolhatja. Az első mini edukációs szakmai nap a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kereskedelmi és iparkamarában folytatódott. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere elmondta, a pályapanoráma program céljai szorosan egybevágnak a városvezetés elképzeléseivel. Nagyon sokat jelent, és nagyon kapcsolódik ahhoz, amit mi 2018-ban elindítottunk, mert hogy ennek a programnak is az a célja, hogy a legjobb gimnáziumok hallgatói Magyarországon tervezzék a jövőjüket. Ugye Nyíregyháza 2018-ban indította a Nyíregyháza Hazavá programot, amivel támogatjuk a pályakezdők lakhatását, és hát erről szól tulajdonképpen az ipari park fejlesztési projektünk is, hogy legyenek munkahelyek, mert a munka és a lakhatás a két legfontosabb egy pályakezdőnek, és hát különösen természetesen a mindenkire gondolunk, akit szeretne munkát találni, de a fiatalokra meg különösen, akik a jövőt jelentik. Tehát ez nagyon illeszkedik a városvezetési programhoz is, és nagyon örülök, és azt gondolom ennek az elismerése is lehet egy kicsit, hogy egy ilyen nagyívű programot a külügyminisztérium idehozott Nyíregyházára. Magyar Levente miniszterhelyettes köszöntötte a diákokat a gimnáziumban, majd később a találkozó sajtótájékoztatóján beszélt a program hosszú távú céljairól. Minisztérium háttérintézményeként működik a Magyar Diplomáciai Akadémia, aminek az a fő feladata, hogy képezze a jövő fiatal diplomatáit. Magyarországon korábban rendszerváltás óta legalábbis, és igazából a szocializmusban sem volt ilyen dedikált intézménye a diplomácia, a diplomata képzésnek. Különböző egyetemek végeztek, illetve végeznek ma is ilyen irányú képzést, de egy egységes szemléletet adó a külügyi intézmény rendszerébe integrált szervezet nem volt, ami összefogta volna az ezen képzésekből érkező diákokat. Annyiban ezen túl megy az akadémia tevékenysége, hogy nem csak külügyes képzettségű egyetemistákat, illetve végzett egyetemistákat vesz fel, hanem bárki jelentkezhet, akinek van elhivatottsága, affinitása a külügyek iránt. Viszont a felvételi az nem könnyű, ott megszűrjük a társaságot, és csak a legkiválóbbak kerülhetnek be a képzésbe, akiknek viszont utána egyenes utuk van a külügyminisztériumba és a diplomáciába. Ezt garantáljuk nekik. A Magyar Diplomáciai Akadémia háttérprogramjaként működő Start Akadémia kifejezetten a középiskolásokat célozza meg. Olyan készségeket sajátíthatnak el a fiatalok, amely későbbi tanulmányaik során akár a diplomáciában, vagy a nemzetközi kapcsolatok bármely területén értékes tudás lehet.